A Zentai Közkórház sebészeti osztályán december 8-án végeztek először teljesen önállóan laparoszkópos jobboldali vastagbél műtétet, amelynek során a páciensnél daganatos megbetegedés miatt eltávolították a vastagbél egy részét. A beteg azóta jól van, és rendkívül jók a tapasztalatai is. Másnap már kimentem a WC-re. Őkeltem. Abszolút semmi fájdalom, semmi hihetetlen. Az eljárás sikeres alkalmazásához az orvosok szakértelme mellett az is hozzájárult, hogy az intézménynek hosszú idő után sikerült hozzájutni a speciális varróeszközökhöz, úgynevezett laparoszkópos staplerokhoz. Ez jelentősen megkönnyítés, ezek segítségével válik tulajdonképpen lehetővé ennek a laparoszkópos minimál invazív beavatkozásnak a kivitelezése. A módszernek számos előnye van a hagyományos módszerrel szemben. Ennek a laparoszkópiás metódnak az előnye, hogy az ember kap műtét közben kevesebb traumát, gyorsabban fölépül, gyorsabban elmen haza, kevesebb a lehetőség, hogy kapjon sérvet, és gyorsabban bír munkaképes vagy életképes lenni. A Zentai Közkórházban már több mint 20 éve rendszeresen végeznek laparoszkópos műtéteket. Epe műtétből már több mint 5000-et végeztek ezzel a módszerrel, amelyet az utóbbi években a vakbél műtétek esetében is egyre nagyobb arányban alkalmaznak. A jövőben szeretnék a jobb és a baloldali vastagbél műtéteket, a végbél műtéteket, valamint a lágyék és hasfalsérv műtéteket is így módon végezni.